Először is nagyon nehéz mérkőzés volt, inkább a küzdelem dominált ezen a mérkőzésen, mint a szépségdíj. Erre vártunk, persze Zalaegerszeg egyértelműen egy-egy párharcokban dominált a múltba is, küzdő szellemi mérkőzésre számítottunk, nem egyszerű meccsre. Kicsit változhatunk a felállásunkon is, persze a kupa mérkőzés után. Kicsit szerencsébbesek voltunk mi a végén, több csatárral játszottunk, hál' Istennek a Gruber Zsombor betalált. Több gólt várok a csapatomtól, persze, ebben tiszta vagyok. Ez nem volt egy szépségdíjas mérkőzés ma, de mind a két oldalról csak ütés-verés volt, úgy éreztem. A szemre ez nem valami szép volt, de nekünk az a fontos, hogy megszereztük ma a 3 pontot, és megyünk tovább, és következő mérkőzésre fogunk fókuszálni. Ami nekem a legfontosabb, hogy ilyen nehéz, vagy ilyen átlagos mérkőzés után is a csapatom nagyon tud örülni, annak az egy gólnak is, és ez nagyon értékes számomra, el le fogunk építeni a jövőbe. Benne volt a lábakban az Újpest elleni hosszabbításos meccs? Én azt gondolom, a Favron nagyon lehetett érezni a bal után ezeket a dolgokat, a védelem stabilan állt a helyét. Kicsit már megmondom őszintén, kombinálni vagy keverni szerettük volna a széleket, de vezetésbe kerültünk 1-0-ra, oda még a Komáromi Gyuszival szántuk a pozíciót, vagy átállni 4-2-3-1-es pozícióba a Luciano Slagverszel és a Komáromival, de vezettünk 1-0-ra, és utána már nem bántottam a csapat felállítását. A fiatal Kern Martin játéka hogy tetszett? Martin egy tehetséges fiatalember, megérdemli a lehetőséget, meg is ígértem neki, meg is kapta. Én azt gondolom, hogy nagy részben jól játszott, kicsit még bátrabban kell neki előre játszani, de ez természetes, hogy egy 16 éves fickó beáll az NB1-es első mérkőzésére, de voltak neki nagyon jó megoldása, és főleg azok a standard szituációkat, amit tud rúgni. Én azt gondolom, hogy a jövőben egy komoly játékossá fog fölnőni.